A következő dal nagyon-nagyon sok szeretettel szól a Christophernek a 17. születésnapja alkalmából. Küldi neki nagyon sok szeretettel az anyukája, Natasha és az Elek. Isten értesse Christopher, erőben, egészségben, sok-sok boldogságban. Egyet kérek az Istenemtől. Hogy a testvéreim, hogy a testvéreim szeressenek mindig szívből. És a Christopher mondja, anyám, ne hagyjatok egy magamra, mert csak az Istenre számít, számítasson Istenre. De mikor mosolyt látsz az arcomon, s a Natasha mondja a fiának, fiam, tudd meg, van mögötted, Christopher van mögötted, de sok fájdal, sok fájdalom Istenem. De a sok fájdalmból jutott bőve, mert csak a jobból még annál szükség. Isten értesse, Christopher! Az életben nincs igazság. Anyám, a rongyó szívem, táj mindig megbőn, bőn, bőn egy csár. Pedig az én szívem tiszta, a keserves könnyei mindig az imádnám, bár nem ér. Tiszta. Még egy szó, testvérem, evel a zenével szeretnék neked is boldog születésnapot kívánni. Nem is rúgtagjaj azt a szívem. Christopher, hogy a jó Isten, anyám, hogy a jó Isten, elfelejtett mindig. Igen,
legyél szerencsésöcskös 100 évig. És a Krisztóf felmondja az anyjának: anyám, nem szabadna így éreznem, akkor miért kell nekem így szem? Anyám, miért kell nekem a balta így szem? Nélom, ne-ne-ne-ne. Isten értesse,